Napelemekkel foglalkozunk a következő percekben, hiszen múlt héten Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy nem csatlakozhattak rá újabb napelemes háztartási kiserőművek a hazai villamos hálózatra, amíg nem jönnek meg az Európai Uniós pénzek, források. Vendégünk a témában és vonalban van Kisernő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Kérdezik sokan, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Önöknek van elképzelése arról, hogy mi indokolta a kormánynak ezen döntését? Itt tényleg az áramszolgáltatók fejlesztésének a nehézségéről van szó? Annyit hagyd mondani, hogy csak Gulyás Gergely miniszter úr a múlt hét csütörtökön azt jelentette be, hogy a napelemes rendszerek visszatáplálási kötelezettségét szünteti meg. Igen. És az annyiban jelent más, hogy nem azt jelenti, hogy nem lehet csatlakoztatni a villamos energiahálózatra a napelemes rendszereket, hanem visszatáplálni nem lehet. Ilyen kötelezettségeként korábban sem volt, ez csak egy lehetőség volt. Tehát a háztartásra méretű napelemes rendszerekre jelentette be a miniszter úr, hogy nem lehet majd visszatáplálni a jövőben telepítendő napelemes rendszerekre. Ez mindenképpen azt jelenteni, hogy ez valóban így lenne, hogy a háztartásra méretű napelemes rendszereknek innentől kezdve értelmét veszteni, hiszen ezzel a hatóságjárás 36 vagy akár az emelt hatóságjár 70 forintos tarifával az eddigi 7-8 év, illetve 4-5 éves megterülés, ez a többször és sorra tolódna ki, értelmét veszteni, és ez több ezer embernek a munkahelyének az elvesztését jelentene, illetve a nemzetgazdasági jóvárosi kárt, mert ezt a napelemes rendszerekkel megtermelt villamos energiát, ezt olyan biztonságos országokkal importálnunk helyette, mint például Ukrajna, amit nem kell most ecsetelnünk, hogy az orosz háború miatt milyen helyzetben szerepelnek. Igen, de akkor visszatérve az eredeti kérdéshez, miért? Miért kellett most ezt így megbonyolítani, a napelemes beruházásokat? A bejelentés szerint Magyarországon a villamosenergia hálózat nem bírja el a napelemes rendszereket. Ez igaz? Nem, ez abszolút nem, tehát nem helytálló. Vannak olyan helyek, ahol valóban vannak műszaki problémák, például megemelkedik a hálózati feszültség, mert túl sok napelemes rendszer van, de azt, hogy unblock kijelentsük, hogy teljes magyar hálózaton nem lehet, ezt nem lehet kijelenteni. Önök egyébként, bocsánat, hogy belevágok, tudják pontosan azt, hogy hol van ebből a szempontból nehézség, és hol nincs? Természetesen szakmai ezzel tisztában van. Eddig is úgy működött, hogy egy villamos mérnök tervező benyújtott egy igénybejelentést egy adott ingatlanhoz, hogy szeretne napelemes rendszert telepítetni a megrendelő, és akkor itt a hálózatnak a szakemberei megvizsgálták a hálózatot, tehát az áramszolgáltató vagy a Mavir munkatársai megvizsgálták a hálózatot, és akkor el tudták dönteni tudományos alapon, hogy lehet, vagy nem lehet arra a pontra a napelemes rendszert telepíteni. És tudna mondani példát, hogy hol van gond? Tehát Budapesten például? Itt cím szerint nem fogok tudni mondani, de azt meg tudom mondani, hogy mondjuk egy utcában, egy trafokörzeten belül mondjuk túl sok napelemes rendszer van, akkor valóban, hogyha mindenki egyszerre elmegy dolgozni, akkor a napközben esetleg olyan szintre megemelkedik a feszültség, meg gondot jelent. De van erre egyszer műszaki megoldás, a hálózatnak a fejlesztésével ezt viszonylag egyszerre lehet kezelni, mert például a trafokat lehet automatikus szabályzással cserélni, vagy lehet csak kézzel állítani, mint ahogy egyébként, ha valaki lekapcsolnak közben az invertert gyakorta, bejelenti az áramszolgáltatóhoz, hogy ilyen lekapcsolásra van, és az áramszolgáltatónak a munkatársai előbb-utóbb kimennek, fölraknak egy regisztrát, és valóban, ha megemelkedő a feszültség, akkor lejjebb állítják a transzúrnak, tehát amennyi, mert erre van műszaki lehetőség a hálózaton. Tehát viszonylag egyszerre lehet kezelni. Itt inkább nem is ezzel volt a probléma, amit a kormány nagyon helyesen észrevesz, hanem azzal, hogy a hálózat ennek a fejlesztése elmaradt, és hiányoznak a napelemeknek, mint időre függő villamos energiatermelőknek a kiegyenlítése. Ezekre ilyen akus energiatározókat kell telepíteni, amire a kormány már el is indított egy programot. Palkó is László miniszter bejelentett, hogy 1600 megawatt akkumulátoros energiatározó kapacitást szeretnének Magyarországon kiépíteni, és ezt ösztönözni, mert sajnos ez több év. Azért van, mert ugye 5 éve hiába mondjuk minden alkalommal a szakma különböző jeles képviselői erre szükség van, nem tették meg, elmaradtak a beruházások, álltak, másra fordították a forrásokat. És akkor erre nincs pénz?
Hát most ez mindenképpen az Európai Uniós források, hogyha megkapjuk az újabb 7 éves ciklusban a különböző fejlesztési forrásokat, akkor el fognak tudni adni. Most jelen pillanatban, amit én egyszerű laikusként tudok, az biztos, hogy az államkassa azért elég üres, tehát biztos, hogy pénzben sokkal könnyebb ezt megvalósítani. Uh-huh. És akkor most mit tehet egy háztartás, aki szeretne mondjuk napelemes beruházást véghez vinni? Mennyire bonyolultabb és költségesebb lesz ezek után most egyelőre ez a befektetés? Van egy jó hírem, jelen pillanatban eltelt egy hét, és még mindig nem jött ki ez a kormányrendelet. Tehát jelen pillanatban még azok a szabályi kérdések, amik a bejelentés előtt is voltak. Én mindenkit arra szeretnék javasolni, mint ahogy egyébként több 10 000 honfitársunk már így is tett, hogy benyújtott az igény bejelentését, hogy megbízott egy napelemes kivitelező céget, mondjuk a 300 tagvállalaton közül bármelyiket, vagy más vállalkozást, és akkor benyújtottak igénybejelentést. Na, ma még a bejelentés szerint lehet élni ezzel a lehetőséggel, uh-huh. Tehát azt teheti, használja ki. Utána, hogy mi lesz, mi fog megjelenni pontosan a közlönyben, azt majd meg később fog is most megtudni, illetve annyit tudok pozitívunként elmondani, hogy például tegnapi napon is egyeztettünk a Technológiai és Ipari Minisztériummal, és olyan pozitív jelzéseket kaptunk az államtitkárságtól, hogy feltetőleg sokkal enyhébbek lesznek a szabályok, mint ami bejelentésre került. Tehát bízunk benne, hogy továbbra is érdemes lesz háztartási mérítő napelemes rendszereket telepíteni. Uh-huh. Önöknek egyébként milyen javaslatai vannak a kormány felé? Hogyan kéne módosítani ezt a rendeletet? Ugye nem jelent meg ez a rendelet, tehát ezzel nem kell módosítanunk. Vagy tervezetet, igen. A tervezetet. Tehát mi azt javasoltuk a kormánynak, hogy lehetőleg ott, ahol a szakemberek úgy döntenek, hogy lehet telepíteni napelemes rendszert, ezt továbbra is a szakemberek hagy döntsék el, tehát ők mondhassák meg, hogy hova lehet vagy nem lehet tenni, mint ahogy eddig is működött. Ebben pozitív volt a fogadtatás, úgy tűnt, illetve azt kértük, hogy ahol viszont ténylegesen nem lehet, ott is legyen egy lehetőség, hogy akár visszatápolás mentesítés vállalásával, de egy gyorsított eljárással hagyd tegyen fel a felhasználó napelemes rendszert. Erre Palkovics László miniszter úr tett is egy javaslatot korábban egy előadásában, hogy 11 kW-ig föl lehet rakni visszatápolás mentesítéssel a hálózatra a napelemes rendszert, és hogy ez gyorsított eljárással lehessen engedélyeztetni. Tehát ott, ahol egyébként a hálózat ténylegesen nem teszi lehetővé, hogy ezek legyenek, ott is lehet majd tenni napelemes rendszert, hogyha ez fog megvalósulni a kormányrendeletben. Egyébként az igaz, mert lehetett ilyen híreket olvasni, hogy a múlt heti bejelentés óta többen visszalépnek, visszamondják a napelemes beruházásaikat. Ezt tapasztalják önök? Inkább a fordítottját tapasztaljuk, tehát csak a bejelentés napján csak az egyik áramszolgáltató az éjfélig 12 000 igénybejelentés érkezett. Tehát lehet, hogy vannak esetleg olyan emberek, akik visszalépnek, de a legtöbbség józanul gondolkodva inkább megrohamozta továbbra is a tagvállalatainkat, hiszen a rezsicsökkentés mérséklésének a bejelentését követően is hatalmas lett az igény, és látható az, hogy egyre inkább nekünk kell magunknak gondoskodni arról, hogy megtermeljük a villamos energiánkat. Mert a költségeket sajnos nekünk kell előbb fizetni, akár adófizetőként, akár mint a háznak a tulajdonosok. És akkor, amit korábban elmondott, hogyha jól értem, amíg a közlönyben meg nem jelenik az új rendelet, az addig beadott igényekre nem fog vonatkozni. Hát legalábbis Gulyás Gergely miniszter úr ezt jelentette be, hogy a folyamatban lévő ügyekre nem vonatkozik. Márpedig, hogyha beadtam, akkor az már elvileg folyamatban van, de természetesen nem tudom megjósolni pontosan, mi lesz a kormányrendeletben. Én sőt egyáltalán tudom megjósolni, mi lesz benne, én csak bizatkodom benne, hogy egyrészt nem lesz visszamenőleges hatály, még véletlenül sem a szabályozás, és mindenképpen a lakosság érdekeit fogja képviselni a bejelentés. Uh-huh. De egyébként, ha az lenne, tegyük föl, hogy nem lehet majd annyira így betáplálni a szolgáltatóhoz, akkor ugye szó volt arról, hogy a háztartásoknak maguknak kell ilyen bizonyos akkus energiatározókat megoldani. Ezek költségéről mit lehet tudni? Valóban volt egy ilyen javaslat, ennek azt kell tudni, hogy a például 100%-os támogatási pályázatban egy 5 kW-os napelemes rendszernek 2,2 millió forint volt a támogatási kerete, ha hozzávaló akkus energiatározónak
pedig 2,9, tehát majdnem 3 millió forint. Tehát látható az, hogy sokkal többe kerül az akkus energiatározás, mint maga a napelemes rendszer, viszont gyakorlatilag nincs értelme egy családi ház, egy lakás esetében, mert itt csak a napszaki kiegyenlítéseket tudja néminek kompenzálni, tehát általában egy ember reggel fel kell, meg dolgozni, este hazamegy, és miközben dolgozik, addig fog a házán termelni a napelemes rendszer. Emiatt ez a megtörés ideje a 7-8 évhez képest ennek a többszöröse lesz, tehát egyszerűen értelmetlen. Viszont arra meg alkalmatlan, amire eredetileg a kormány 2 éve rendetett egy programot, ugye azt szeretnénk, hogy a földgázról lehetőleg átalakítsuk földgáztüzelésű berendezésekről a lakossági épületállományt, valamilyen elektromos fűtés alapra, elsősorban hőszivacsos hűtő-fűtő rendszerekre, mert villamos energiát tudunk itthon termelni, a földgáz viszont sajnos egyre kevésbé. Viszont olyan technológia nem létezik, ami nyáron megtermel villamos energiát, és télen fűtött belőle. Tehát magyarán ezek az energiatározók nem képesek, elnézést a laikus kérdésért, az áramot akár hetekig, hónapokig tárolni. Hát sajnos ez így van, tehát ezt folyamatosan tölteni kell, illetve karban kell, tehát szinten kell tartani, tehát úgy kell gondolkozni benne, mint egy autóakkumulátor, azt is igen minden nap töltögetjük a generátorral. Igen. Tehát már is nem működik. Tehát ha hónapokig nem használjuk mondjuk az autót, leállítjuk, akkor utána lehet, hogy nem tudjuk beindítani, mert addigra kisül magától az akkumulátor. Világos. Mi van most a lakossági napelemes pályázatokkal? Amit biztosan tudok mondani, tavaly novemberben, amikor megkérdette a kormány ezt a 100%-os napelemes támogatási pályázatot, ez egy borzasztó jó kezdeményezés volt. Áprilisig ki is hirdették, hogy mind a 43.600 család megnyert ezeket a pályázatokat, és azóta sajnos nagyon hosszú ideig csak csönd volt. Ugye mivel megkapták az értesítést, hogy nyertek, ezért tagvállalatink elindították ezzel a munkát, beszerezték a napelemes rendszereket, elindították a tervezés engedélyezést, és körülbelül 90 milliárd forint értékben halmoztak föl olyan speciális méretű invertereket, amit ebben a pályázatban elértek. Itt maximum 5 kW-os lehetett. Valójában ilyen pici invertereket más nem használ, mert az átlagos teljesítmény egy háztartási méretű napelemes rendszer az 8 kW-os. Tehát viszonylag eredményszerre az igény, ebben a pályázat viszont borzasztó sok volt. A támogatói okiratok itt az uniós források elapadása miatt augusztus közepén kezdtek elindulni, majd néhány hete meg is álltak. Azért, mert ugye az első telepített napelemes rendszereket nem tudtuk kifizettetni a költségvetéssel. A pályázati elszámoló honlapon minden föl lehet tölteni, kizárólag az elszámoló számlákat, és azok a vállalkozások, akik letelepítették ezek a napelemes rendszereket, nem jutottak még hozzá a pályázati forráshoz. Tehát megkapták a felhasználók, csak éppen a pénzt nem kapták meg. Ugyanakkor viszont az áfát azt természetesen be kellett fizetni utána, tehát még duplán meg is terheli a költségeiket a vállalkozásoknak. Meghirdette a kormány a második fordulót erre a pályázatra, ami néhány hétig élt is, és azt ugye most visszavonták azért, hiszen még az első fordulóját sem tudtuk a pályázatnak lebonyolítani. Hát bízunk benne, hogy ha megérkeznek az uniós források, akkor utána azonnal rendezni lehet a folyamatban lévő ügyeket, és minden előbb le tudjuk telepíteni a napelemes rendszereket. Van egyébként még egy probléma ezzel, hogy sajnos azóta drasztikusan megemelkedtek az árak. Igen. 280 forint volt például a dollárnak az árfolyama tavaly ősszel, most már volt 450 forint is. Márpedig Kína alapvetően dollárban exportál, tehát emiatt a beszerzés áraink drasztikusan megemelkedtek, kb. 40%-kal drágábbá lett a napelemes rendszer, emiatt önerőre van szükség a nyertes pályázatoktól. Ebből van egyébként olyan, aki visszalépett és felmondta a szerződést, hogy azt mondta, akkor ilyen feltételekkel nem kíván élni a lehetőséggel. Ez azért szerintem nem jó döntés, mert azért a többit azért mégiscsak ingyen kapja, tehát szerintem egy butaság ezzel visszalépni, de nyilván mindenki maga fontolja meg, hogy mit tud vállalni. Illetve, hogyha nem rendelkezik önerőnek a lehetősége, akkor azért természetesen, hogy nem tudja kifizetni. Igen. Hát reméljük azért mi hamarabb megoldódnak ezek a problémák. Nagyon szépen köszönjük a helyzet elemzését kis Ernőnek. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Köszönöm. Jelzi csatornán, szép napot kívánok! Köszönjük!